család és ifjúsági ügyekért felelős államtitkárság vezetésére korábbi kabinetfőnökömet, Veresné Novák Katalin közgazdászt, jogászt kértem föl. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy nagy családos anyaként és nem utolsó sorban dolgozó nőként képviselhetem a kormányzatnak azt a politikáját, mely ösztönzi a gyermekvállalást. Büszkeséggel tölt el az is, hogy a Fidesz egy olyan politikai erő, ahol az emberi élet, a család, a gyermek, a házasság védendő és védett értékek. Gyereknevelésben a legfontosabb az, hogy egyengessük úgy az utat, egyengessük úgy a körülményeket, hogy ez a gyermek ki tudjon bontakozni, és hogy olyan biztonságos környezetet, olyan körülményeket teremtsük számára, amitől ő egyszerűen organikusan tud fejlődni. Indul a hajnali 30 kilométeres futás, mivel éjfélig Totó fiúnak a tortáját sütöttem, ezért nem mondom, hogy éppen fitten és üdén, de hajrá! Az, hogy valaki azt gondolja például, hogy neki egyedülállóként, neki joga van ahhoz, hogy neki gyereke legyen, és ezt a jogot vívja ki magának, az a gyermek oldaláról közelítve megfosztja őt attól, hogy neki édesanyja és édesapja legyen. Büszkén vallom magam konzervatívnak, tudva, hogy a konzervatív büszke a történelmére, és nem relativizálja az alapvető értékeket. A konzervatív a tényleges, a bizonyított igazságot védelmezi, míg a progresszív, balliberális érdekeinek megfelelően határoz meg újra és újra nem létező igazságokat. És amíg valaki nem szívta be azt a babaszagot, mely semmihez nem fogható, és nem kapott, még olyan mosoly gyermekétől, mely csak őt illeti, hogy miről is beszélek, azt nem értheti. Az önfelett kacaj, a csöbb babakezek, az első kimondott szó, az első méretek, a nyak köré font kar, az esti mese, a ragyogó arcocska, a feltétlen szeretet, az aggódás, a féltés és a szülői büszkeség olyanok, mint a fló, melyből sosem elég. Ha arra keressük a választ, hogyan lehet sikeres, erős egy nő, ne higgy el például, hogy nekünk, nőknek folyamatosan versenyeznünk kellene a férfiakkal. Ne higgy el, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, mint a másiknak. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Alelnöki feladataimat most más veszi át tőlem. Köszönöm nektek az elmúlt 4 évet. Ez jó mulatság, női munka volt. Mi nők gyereket nevelünk, beteget ápolunk, főzünk, 2 helyet is helytállunk, ha kell, pénzt keresünk, tanítunk, Nobel-díjat szerzünk, ablakot pucolunk. Az országgyűlés Novák Katalint köztársasági elnökké megválasztja. A köztársasági elnök jelöltségre vonatkozó megtisztelő felkérést köszönettel elfogadom. Számomra a magyar családok, a magyar gyermekek a legfontosabbak, a jövőben is értük fogok dolgozni. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok a nekik járó anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesülhessenek Magyarországon. Ez így elég propagandisztikus, hogy itt állunk az utcán, és leereszkedik hozzánk, és beszélget. Szeretnénk, hogyha ez valahol a törvénykezésben is megjelenne, és hivatalosan is megjelenne, hogy ez történik. Ne csak egy ilyen szép legyen, hogy ideális, hajlandó leereszkedni hozzánk beszélget. Ez jó lenne. Azt mondjam, én elfogadom azt, hogy ön nem kedvel engem. Én azt is elfogadom, hogy ön nem kedveli ezt a kormányt. Maximálisan tiszteletben tartom a véleményét, de szerintem egymás sértegetésével nem megyünk ez előre. Nem sértegetés, ez sértegetés. Saludos a todos. A gyermek az a közös pont, mondhatom azt, hogy a gyermek a közös nevező nálunk magyaroknál, és ezért, hogyha gyermekekről van szó, a gyermekek ügyéről, a segítségükről, akkor hogyha ebben én is tudok valamit hozzátenni, akkor nagyon örömmel teszem azt meg most is, és mindenkor. Novák Katalin köztársasági elnök sajtótájékoztatót tartott pár nappal azután, hogy kiderült, hogy kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltussolásában segítkezett. Van egy jogszabályi rendelkezés, amelynek tekintetében az elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános. Ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak. Elnök asszony, mit üzen az áldozatoknak, akik igazságtalanak tartják a döntését? Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Hibáztam. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.